A Tolnai Szent István gimnázium élete sem olyan vidám már, mint egy évvel ezelőtt. Ugyan nem néptelenedett el teljesen az iskola, hiszen 6 évfolyamos képzésük is van, így a 7.-8. osztályos diákok még koptatják a padokat. De a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás következtében több mint 200 gyermek hiányzik a tantermekből. Nagyon nehezen viselik, azt látjuk. Ez biztos, tehát tényleg hiányoznak egymásnak. Van, akinek nem annyira, tehát van, akinek kimondottan jó ez a munkaforma, a saját ütemében, saját tempójában tud haladni, de legtöbbüknek nagyon hiányzik a közösség, és egyáltalán az, hogy tényleg konzultálni lehessen, tehát ténylegesen ott üljenek az órán, és tudjanak dolgozni, odafigyelni. Ez nagyon, nagyon hiányzik, és főleg most úgy látjuk, hogy a motiváció kezd elfogyni. Tehát még az elején még érdekes, meg újdonság, meg tényleg jól működik, de most már erősen fogy a motiváció, és próbálunk azért mindig találni valami kis lehetőséget, hogy hogyan motiváljuk őket, hogy még ezt bírjuk ki, na még egy kicsit, aztán hát ha hamarosan már jöhetünk, és akkor egy picit könnyebb lesz. Igyekszünk figyelni arra, hogy ne maradjon le senki, tehát bármi probléma van, akkor mindig kérjük a gyerekeket is, meg a szülőket is, hogy jelezzék, ha valaki nem tudott lenni a zoomos órán, és ez idáig egészen jól működött, tehát azért van egy ilyen együttműködés változatlanul, ami talán azt jelzi a gyerekeknek is, hogy figyelünk rájuk, és fontos az, hogy tényleg tudjanak haladni, tovább haladni. Az biztos, hogy így nehezebb lesz támogatni a választásokat, a döntésüket, de már erről is beszélünk, a végzősökkel beszéltünk, tehát mindig az osztályfőnökökkel is, illetve az egyes szaktanárokkal is tudnak egyénileg is konzultálni, ha valakinek van, már pedig van még kétsége, hogy merre tovább, hogyan tovább, kérnek segítséget természetesen, és igyekszünk már amennyire tudunk ebben segíteni. Az igazgató elmondta, hogy nagyon jó lett volna, ha meg tudják tartani a már hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő pályaorientációs napjukat. Volt diákjaikat hívják ilyenkor vissza, és talán ez jelenti a gyerekeknek a legnagyobb segítséget. Az érettségire való felkészüléshez, az előírások betartásával ők is élnek a személyes konzultáció lehetőségével. Próbálunk alkalmazkodni a helyzethez, és a gyerekeknek, a diákoknak az igényeihez úgymond, hiszen muszáj segíteni nekik abban, hogy tovább tudjanak majd tanulni. Ehhez viszont szükség van a kis csoportos konzultációkra, úgyhogy ennek a rendszere úgy kialakult, és főleg azok, akik szeretnének emelt szinten érettségizni, ők mindenképpen minden héten egyszer, akár egy délelőtti órára, egy-két órára, akár délután bejönnek, hogy abból a tárgyból, amiben emelt szinten szeretnének érettségizni, mégiscsak tudjanak készülni, felkészülni. Az értékelést jó részt digitális formában tudjuk megoldani, az alsóbb évfolyamokon, az érettségizők esetében azonban ez így nem igazán reális, tehát ott is kis csoportos, rövid konzultációt követően lehet a diákoknak felelni, tehát felelnek is szóbeli érettségire készülve, illetve egy-egy dolgozat is előfordul kis csoportokban szigorúan, hiszen nekik muszáj tisztában lenni azzal, hogy hol tartanak valójában a felkészülés során. Nem csak az érettségizőkért aggódnak a pedagógusok, a 8. osztályos tanulókon is nagy figyelem van, hiszen most választják ki, hova szeretnének menni tovább tanulni. Január végén pedig megírják az ehhez szükséges központi felvételi vizsgát. A Tolnai Szent István gimnázium lesz az egyik olyan intézmény, ahol vizsgáztatás folyik majd. Éppen most postáztuk az értesítést erről, úgyhogy már megkapták, vagy maguk fogják megkapni az érintettek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint minden ugyanúgy zajlik, ahogy eredetileg tervezték, tehát itt lesz a középiskolában a felvételi, természetesen ezt a 81 nehány diákot megpróbáljuk sok terembe szétültetni, hogy maximum 10 legyenek egy terembe, és mivel van 2 bejárat, így nem is fognak talán összezsúfolódni, úgyhogy viszonylag gyorsan meg tudjuk oldani a beléptetést is, és kollégák fognak felügyelni az írásbeli felvételin, lesz pótnap is, ha valaki esetleg beteg, vagy éppen karanténban van, akkor is lesz módja bepótolni az írásbeli felvételit, és akkor 8 napon belül pedig
kijavítjuk, és megnézhetik, megtekinthetik a kijavított dolgozatokat. Az iskolában két új osztály indul szeptembertől, egy hagyományos 4 és egy 6 évfolyamos. Osztályonként 25-30 gyermeket vesznek majd fel.